Szeretettel köszöntök mindenkit, most megmutatom, hogyan készül a kenyérben sült csülök. Ehhez első lépésként én kimértem 1,75 deci langyos vizet. Ugye, ha nagyon meleg, attól bedöglik az élesztő, tehát ez inkább csak langyos. Ebbe belemorzsolok 2,5 deka élesztőt, nem kell különösebben variálni vele. Teszek hozzá egy fél kis kanál, vagy akár egy kis kanál cukrot, így éppen csak egy kicsit elmozgatom, és miután itt most nincs olyan nagyon meleg a konyhában, hiszen még nem főzünk semmit, ezért én ezt beteszem a sütőbe, 30 fokra előmelegítettem a sütőt, én ezt abba beteszem, és hagyom, hogy 10-15 perc alatt ez az élesztő nekem elkezdjen dolgozni, fölfusson. Úgyhogy ez a lépés következik. 30 fokon 15 perc kelesztés. Eltelt ez a bizonyos negyed óra, ahogy lehet látni, felfutott az élesztő. Én egy tálkába kimértem 60 deka kenyérlisztet. Ugye a kenyérlisztnek mégiscsak magasabb a sikertartalma, ha már kenyeret sütünk, akkor érdemes ővele próbálkozni. Ide egyszerűen csak hozzáöntöm ezt a felfuttatott élesztőt, egy picit kikapartam, ugye, ami benne maradt az edénykébe, teszek hozzá egy kis kanál sót. Az egy kis kanál az egy fél evőkanál sót jelent jelen esetben. Körülbelül így. Ugye azt beszéltük meg, hogy a folyadék felében futtattam fel az élesztőt 1,75 deci vízben. A másik 1,75 deci víz az itt van. Ez szintén langyos víz. Ennek majdnem a nagy részét hozzáteszem. Így csak egy picit hagyok arra, hogy ugye a tésztát tudjam majd kezelni, és elkezdem bedagasztani tulajdonképpen a kenyértésztát. Semmi más nem kell bele, tehát élesztő, víz, só, liszt, és ennyi. Jó, ez nagyjából egy ilyen 10 perces művelet, amíg én ezt bedagasztom. Kapásból hozzá is mehetett a többi víz, lehet látni, hogy ez simán föl fogja venni. Most még ez a tészta teljesen... Azt lehet látni, hogy ugye a liszt az itt van körülötte, teljesen szárazon, de első körben én megpróbálom ennyi folyadékkal begyúrni a tésztát, és aztán meglátjuk, hogy hogy sikerül. Szükség esetén természetesen adhatunk még hozzá vizet, de ez hamarosan ki fog derülni. Tulajdonképpen ezzel a kis intenzív dagasztással összeállt a tészta, lehet látni, tökéletesen elválik az edény falától. Ez egy hát közepesen kemény, de jól formázható tészta lett. Ennek én a tetejét vékonyan lekenem vízzel, hogy ne száradjon ki. Így. Teszek egy tiszta konyharuhát az edénykém tetejére, és ugyanúgy 30 fokon keleztem. Miután ugye itt a konyhán továbbra sincs olyan meleg, ezért ez megy be a sütőbe, és 30 fokon ott fog kelni egy órát. Ez a következő lépés. Akkor következzék az a fázisa ennek a kenyérben sült csülöknek, hogy betesszük a formába, hiszen megkelt a tészta. Lehet látni, hogy milyen szép nagy lett ahhoz képest, ahogy betettük, és lehet látni, hogy gyönyörű, Tényleg egy nagyon klassz kis keltészta lett belőle. Na! Tovább már nem dicsérgettem a tésztát. Kezdtek vele dolgozni. Olyan nagy dolgokat nem kell egyébként csinálni. Annyi történik, hogy ugye van nekem két formám, illetve van egy hagyományos nagy torta formám, amit kikenek egy kevés vajjal. Így. És egyszerűen a szekrénybe találtam picit is, a hozzáélő picit is, úgyhogy nem állom meg, hogy akkor a kicsibe is ne süssek ilyen egyszemélyes jóképű kis ilyen kenyérben sült csülköt. Fontos még, mi ezt fogadásokra készítettük úgy is, hogy egészen apró tésztákat szaggattunk, mindegyikbe került egy kis darab
csülök, és muffin formába sütöttük meg. Tehát az abszolút ilyen egyszemélyes kis fogadásra való dolog volt. De hát most nem erről van szó, most a húsvéti anyagra készülünk ezerrel. Jó. Tehát, itt van a tésztám. Én arra gondolnék, hogyha egy ekkora darabot leszakítok belőle, az tökéletes lesz majd ebbe a kis formába. Így. És a másikat, azt megpróbálom ugye nagyjából kétszer akkorára nyújtani, mint maga a torta karika. Erre azért van szükség, mert ugye bele lesz bugyolálva a csülök. Na, közben megszereztem a sodrófámat, és akkor egy picit ellapítom még ezt a tésztát. Úgy. Nem kell egyébként ennek olyan nagyon szabályosnak lennie, hiszen itt a formában úgyis ez még egységesre fog kelni. Tehát nincs akkora nagy jelentősége. Illetve egy van, hogy az nagyon jó, hogyha maga a hajtás alulra kerül, hisz akkor nem nyílik ki ez a cipó. És itt van nekem a csülök hozzá. A csülökkel egy dolgot kell tenni, ugye, ha én ezt így egybe ráteszem, akkor lesznek szeletek, ahol ekkora nagy csülök lesz, és lesz, ahol nem lesz semmi. Következésképp ezt a csülköt félbevágom, és utána szerintem még el fogom felezni ahhoz, hogy egységesen mindenhova tudjak majd tenni belőle. És akkor nézzük. Tehát van egyszer a csülök, félbe van vágva, ugye ennek tegnap, ahogy megfőztem, értelemszerűen kiszedtem belőle a csontokat. Azon el lehet vitatkozni, hogy bőrösen tegyük bele a kenyérbe, ne tegyük bőrösen, de ez megint ilyen teljesen szabadon választott dolog. Én abban maradtam magammal, hogy bőrösen teszem bele, mert hogy nagyon finom az a kis bőre. Még egy dolog. Gyakori probléma az, hogy a csülök eláztatja a tésztát, én ezért egy nagyon pici zsemlemorzsát szórok alá is, meg fölé is. Ez a zsemlemorzsa reményeim szerint pont annyit segít, hogy nem engedi majd, hogy a csülökből kifolyó lé eláztassa a tésztát. Így most még nagyon kis bután néz ki, de ugye ezt most még kelesztjük meleg helyen 50 percen át, ami azt jelenti, hogy szépen, mire meg kell, ki fogja tölteni nekem ezt az egész formámat. Ezt most csak félreteszem. És valami hasonlót szeretnék produkálni, ugye a naggyal is. Most csak azon gondolkozom, hogy is lenne praktikus csinálni, hiszen szeretném, ha a vágott része lefelé kerülne. Nézzük csak. Mondjuk így. Így gyakorlatilag mindenhova jutni fog belőle, igaz? Sőt, úgy fogom tudni szeletelni. Nézzük. Ha ezt így én bebugyolálom. Így. Jó. Jó. Ezt így én beteszem ebbe a formámba. És tudom, hogy most még teljesen ilyen amorfnak tűnik, hogy úristen, hogy néz ez ki, hisz itt nincs tészta, ott van, de ahogy meg fog kelni, ugye lehetett látni, ilyen pici tésztából ilyen, ez ugyanúgy ki fogja tölteni az egész torta formát. Más feladat nincs vele, meleg helyre, ami most adott esetben, bár megy az elszívó, de lehet itt a tűzhely is, hisz már nekiálltunk dolgozni, 50 percre félre tesszük kelni. Elkészült itt a kenyérben sült csülök. Egy dolog van vele, hogy nem a formában hagyjuk kihűlni. Ennek az az oka, hogy ugye a formában csak gőzöl alulról, és egyszerűen beizzad a tészta. Tehát át kell emelni egy rácsra, és ott kell hagyni kihűlni. Még annyit meg fogok tenni, hogy egy vizes ecsettel lekenem, hogy még fényesebb legyen, és gyakorlatilag ennyi.